Jöjjtét, köszönjük a sajtó megjelenképviselőt, elköszönöm szeretném Tomicsnak szépen, ezen következő a szépedető edzőjét értékelje a mérkőzés. Jó estét mindenkinek! Azt szeretném mondani, hogy elsősorban a csapatomnak szeretném gratulálni, azért mert nagyszerűen játszottak. Azt szeretném megköszönni a vezetőknek összes támogatást, amit kaptunk ebben a múlt időben, hogy tudtunk elmenni alapozni, és minden, amit kértünk, a játékos erősítéseket. És azt gondolom, hogy a meccsről nem kell sokat beszélni, azért mert teljes mértékben megérdemeltünk a győzelmet. Volt meg öt zicset, egy az egyben. Máma jobb ellenfél voltunk. A piros-fehéreknek kívánom sok sikert a további időben. Hova szerintem lenne? Somogyi Zsoltvek nemzeti sportba. Kiállítás mennyire befolyásolta a meccset abban a szempontból, hogy a szünetbe ez okozott-e, vagy felkészítette-e, vagy befolyásolta-e valamilyen szint, hogy játszottak a másik fél időt? Persze ez edzői munkában egy zicser volt. Azért, mert 1-0 előnyben voltunk, és tudtuk, hogy a Diózsérnek nincs más, hanem kimenni és letámadni. Sok terület maradt, és akkor ezt mindenféleképpen nem tudtunk kihozni. Ez egy ilyen játék volt, így alakult, és akkor ezt kihasználtuk. Persze, hogy kedvezmény volt a játék. Amire készültél, amit vártál csapatodtól, mit kaptál vissza, és mi az, ami van esetleg hiányérzetem? Hát azt is szeretném megköszönni a Kisvárdának, hogy megvette bennünket 3-0 egy edzőmeccsen. De én terveztem azt a meccset, hogy mindenki kapja ezt a perc pillanatot. Csak az most mutassak, hogy Dombó Dávidok például ez nagyon kellett, azért mert szükség volt rá. Nem tudni soha, kire lesz szükség. És akkor nem volt olyan szép érzés, nem volt. Kaptunk a kritikát is, meg mindent, de akkor is mondtam, hogy ebben a csapatban nagyon sok munka van. Nagyon sok munka. És mindig dicsértem a játékosok azért, mert több mint 100%-ig adták minden edzésre. És akkor az muszáj visszajönni. Lehet, hogy máma nem kijött, akkor kijött volna a következő meccsen, de én ebben hiszek bárhol, bármikor, hol voltam, visszaköszönt. De én ebben hiszek, és tényleg a játékosok partnerok voltak mindig. Mindig, mindenben. Örülök miatta is azért, mert hiányzott ez a sikerélmény, hiányzott nekünk ez a pici. Gyirmat ellen játszottunk 0-0 itthon azért, mert ez a papír munka, ez azt amaz, de előre néztünk, pozitívan néztünk, és akkor most egy picit hagyd legyünk boldogok.